Szeméttárolóban csaptak fel a lángok Székesfehérváron a Gáz utcában december 25-én este. A tűzoltókat egy több emeletes társasházhoz riasztották, ahol a szemétledobóban keletkezett tűz. Az egyenruhások egy égő konténert húztak ki az utcára. Az épületet 78 lakónak kellett ideiglenesen elhagynia, amíg a tűzoltók a szemetest eloltották és átszellőztették a házat. Az ünnepi időszakban minden évben megnő a lakástüzek száma. A problémát ilyenkor többek között az okozza, hogy az ünnepek alatt megfeledkezünk az égő gyertyákról. A legfontosabb természetesen a megelőzés. Ha kimegyünk a szobából, fújjuk, oltsuk el az égő gyertyát. Tudni kell, hogy a karácsonyfák gyúlékonysága is napról napra fokozódik, mert a kiszáradt gyantás fenyő könnyen akár egy csillagszóró szikrájától is meggyullad, ezért ezzel is elővigyázatosan kell bánnunk az ünnepek alatt. Ha megtörtént a baj, nagyon fontos, hogy az így keletkezett tüzek oltása előtt áramtalanítsuk a környező elektromos berendezéseket. Ha a karácsonyfa kigyulladt, húzzuk ki a konnektorból a lámpafüzért. Abban az esetben, ha az égő karácsonyfa közvetlen közelében nincsenek bútorok, borítsuk le a fenyőt és dobjunk rá egy vagy két szétnyitott pokrócot. A pléddel elfojtjuk ugyanis a tüzet és megakadályozzuk, hogy a lángok a szoba berendezési tárgyaira átterjedjenek. Ezért is fontos, hogy a fa 2-3 méteres környezetében ne legyen bútor vagy függöny. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ezt a veszélyt ő saját maga el tudja hárítani, akkor ezt tegye meg minél gyorsabban. Ha úgy ítéli meg, hogy ő erre képtelen, akkor minél előbb hagyja el a lakását, csukja be maga után az ajtót, értesítse a szomszédait, amennyiben társasházban van, és mindenféleképpen 112-es segélyhívón keresztül értesítse a tűzoltóságot, még akkor is, ha esetleg eloltott tűzről van szó, szóval mindenféleképpen jelentse be ezt az eseményt. Január 3-án nyit újra a fehérvári oltópont a Kikindei utcában. Az új évben a megszokott rendben várják majd azokat, akik élni kívánnak a Covid-védő oltás felvételének lehetőségével. Január 3. napjától az oltópont az eddigi nyitvatartási rendben érhető majd el ismét, azaz kedden és pénteken délelőtt 9 és este 3:45 között várják az oltópont munkatársai a 12 év feletti oltakozókat, amíg az 5 és 11 év közötti gyermekek oltására kizárólag pénteken van lehetőség. A gyerekek oltásához minden esetben előzetes időpontfoglalás szükséges. Ezt az EST felületen lehet megtenni. A felnőttkorúak esetében az előzetes időpontfoglalás nem kötelező, de csökkentheti a várakozási időt, így ajánlott. Némiképp változik a MÁV Volán csoporthoz tartozó közlekedési társaságok menetrendje az ünnepek alatt. A MÁV arra figyelmezteti utasait, érdemes előre megváltani a menetjegyeket az ünnepek alatt tapasztalt nagyobb forgalom miatt. A két ünnep között a naptári napokhoz képest nem változik érdemben a vasúti menetrend. December 30-án pénteki, 31-én szombati, újév napján vasárnapi. Január 2-ától pedig már a megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok. A Volán busznál már érdemes odafigyelni, karácsonytól új évig ugyanis számos járat nem közlekedik majd. December 27-e és 30-a között a tanítási szüneti munkanapokra érvényes menetrend szerint közlekednek a buszok. Bővebb információkért érdemes felkeresni a közlekedési társaságok honlapjait, a helyi autóbusz menetrendről pedig a www.székesfehérvár.hu/buszmenetrend oldalon találnak információt. A megszokottak szerint végzi a hulladékszállítást a Deponia Nonprofit Kft. December 26-a és 30-a között. Az év utolsó és az új év első napján viszont nem lesz szemétszállítás. A két ünnep között a Honvéd utcai ügyfélszolgálat csak december 27-én tart nyitva. A csalai hulladék lerakóban szilvesztert leszámítva minden nap dolgoznak, a palotai úti hulladék udvar azonban zárva tart. Az új évben az első lakossági hulladékszállítást 2023. január 2-án hétfőn végzik majd.